Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Pénzt kap az Északi Régió lovas turizmusa, folytatódik a Diósgyőri vár rekonstrukciója, és folytatják a nyomortelepek felszámolását. Miskolcon köszöntöm Önöket. Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. augusztus 23-án, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Hákostól. Mintegy 700 millió forintból lendülhet fel az északi régió lovas turizmusa. A kormány ugyanis ekkora összeggel támogatja az észak-magyarországi és az észak-alföldi lovas fejlesztéseket, jelentette be Révész Máriusz a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Borsodabói Zemplén megyei harsányban tartott sajtótájékoztatón. Most Révész Máriuszt hallják. Lovas turizmus vagy lovas turizmus alapok, amiket szeretnénk az egész országban elterjeszteni. Itt már megnézhető, itt már megtekinthető, hogy mit szeretnénk elérni néhány év múlva. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy ezen a területen lépjünk előre, ugyanis, hogyha megnézzük a gyermekeinket, akkor azt látjuk, hogy Rendkívül nagy a konkurencia, hiszen nagyon komoly, nagyszerű számítógépes játékok vannak. Az elmúlt években ezeket már a telefonokra is át lehetett ültetni, és nagyon nagy kihívás, hogy a gyerekeket a virtuális élmények világából átvezessük a valós élmények világába. De abban is hiszek, hogy nem csak a gyerekeket fogjuk megszólítani ezekkel a turisztikai fejlesztésekkel hanem az idősebb korosztályt, a felnőtteket, családokat is, hiszen azt hiszem, hogy ez mindenkinek a számára érdekes lehet. Szabó Gergely Harsány polgármestere hangsúlyozta, a település évek óta tudatosan készül arra, hogy meghonosítsa a lovas turizmust. Szabó Gergelyt hallják. A Harsany települést 2014-ben megkereste a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség. Azt láttuk, hogy a település fejlettsége, turisztikai attrakciói megfelelőek ahhoz, hogy ide lovas turizmust, lovasok érkezzenek, lovas turizmust tudjunk idehozni, és így a turisztikai attrakciókat csokorba véve egy turisztikai útvonalat alakítottunk ki, amint mondtam, interneten elérhető, nyomon követhető GPS koordinátákkal kijelölt, és természetesen a település turisztikai attrakciói, szállás lehetőségei, turisztikai kínálta meg megfelelő ahhoz, hogy itt emberek több napot tudjanak tartalmasan eltölteni. Ennek a fejlesztésnek a következő lépése lesz az a lovas turisztikai infrastruktúra fejlesztés, amit ezen pályázat kapcsán szeretne a település megvalósítani. Én reménykedem abban, és őszintén bízom benne, és szerintem jó alapon van erre, hogy jövő ilyenkor, ha már itt leszünk, a jövő nyára ide a ideért. A következő lovasok, lovai is megfelelő körülmények között tudnak majd itt napokat eltölteni. További híreink. Jogerős az építési engedély, így folytatódik a Diósgyőri vár rekonstrukciója. A terv tanácsi hozzájárulást követően a jogerős építési engedélyt is megkapta a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második és harmadik üteme, tájékoztatott keddi közleményében a Miskolci Városháza. Mint írják, a rekonstrukció során visszaépítik a délnyugati csonkatornyot és a nyugati palota palotaszárnyat. A palotaszárnyak és a tornyok magas tetős lezárást kapnak. A rekonstrukció érinti a külső várat, ahol igen jelentős munkálatok történnek majd. Ezt egészíti ki a vizesárok helyreállítása a hidak rekonstrukciójával. Helyreállítják a vizes árkot határoló kontrafalat is. A Diósgyőri vár környezetének fejlesztése ugyancsak szükséges a vár turisztikai látványosságként való működtetéséhez. A környező utak rendezése, a forgalom megfelelő irányítása, kialakítása szintén a projekt részét képezi. A város célja, hogy megtörténjen a nagylajos korabeli Diósgyőri vár hiteles rekonstrukciója. Teljeségében váljék bemutathatóvá a magyar történelem egyik legjelentősebb emléke. Ezzel párhuzamosan a vár és közvetlen környezetek Közép-Európa egyedi és meghatározó turisztikai vonzerejévé váljon. A vár és a Diósgyőri városrész fejlesztésének részleteit hamarosan sajtótájékoztatón is ismerteti az önkormányzat. Folytatódik a nyomortelepek felszámolása Miskolcon, erről tartott sajtótájékoztatót Hubai György önkormányzati képviselő, a Városi Rendészeti Bizottság elnöke. Hubai György a rendezvény elején elmondta, azért tartotta fontosnak a témáról tájékoztatót tartani, mert az utóbbi időben jó néhány zavaros kijelentés hangzott el ezzel kapcsolatban az ellenzék, főleg a jobbik részéről. A rendészeti bizottság elnöke kiemelte, az előző választások előtt, amikor a városvezetés zászlajára tűzte a nyomortelep felszámolási programot, ezt nagyon komolyan gondolta, és az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy jó úton járnak. A képviselő emlékeztetett, a telepfelszámolás az Álmos utcában kezdődött, majd folytatódott a békeszálló területén, a Dráva utcában és a Martin telepen. Hubai György külön kiemelte a békeszálló megszüntetését, majd arról szólt, hogy eredményesen zajlik a számozott utcai szegregátumok felszámolása is. Hangsúlyozta, a telepek kapcsán rengeteg közegészségügyi, közbiztonsági, gyermekvédelmi probléma is felvetődött. Gyorsan kellett lépni a problémák megszüntetése érdekében, és ezt folyamatosan teszik is. A rendészeti bizottság elnöke elmondta: A városon kívülről és belülről is sok támadást kapnak a telepfelszámolások miatt, mind a jogvédők, mind az ellenzék részéről. Hubai György ezzel kapcsolatban megemlítette Jakab Péter jobbikos politikus véleményét, aki szerint nem is a nyomortelepek felszámolása elsődleges, inkább a törvényeket kellene a telepekre vinni. Mi a Miskolci városvezetéssel határozottan azt mondjuk, hogy igenis a nyomortelepeket, szegregátumokat kell megszüntetni, amelyek sokszor bűnözés melegágyai is. Akár tetszik a jobbiknak, akár nem, a nyomortelepek felszámolása folytatódni fog, a zavaros és hazug kijelentésektől pedig elhatárolódunk, zárt a szavait a képviselő. Közel 20 millióból újítják fel a Kóskároly szakgimnáziumot Miskolcon. Jelentős korszerűsítési munkálatokba kezdtek az idén 50 éves Kóskároly szakgimnázium épületében. Az intézmény tanulói már egy felújított iskolába térhetnek vissza szeptember 1-én. A Miskolci SC Kóskároly Építőipari szakgimnázium A épületében már egy hónapja folynak a felújítási munkálatok. A közel 20 millió forintos beruházás keretében felújítják a vizes blokkokat, a csempeburkolatot és az esővízgyűjtő rendszert is. Az épület minden szintjén zajlanak a munkálatok. Kocsis István az intézmény vezetője nyilatkozatában elmondta, az intézmény idén ünnepli 50. születésnapját, több szempontból is ráfért már a felújítás az épületre. Kisebb renoválási munkálatok korábban is történtek az iskolában, ez hasonló, nagyobb szabású felújítás azonban még nem volt. A kivitelező vasárnap kivételével minden nap dolgozik, hogy a szeptember 1 i minél több szinten elkészüljenek a munkával. Az épületgépészeti rész vizes blokjainak felújításával azonban vélhetően csak szeptember 20-a körül fognak végezni. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.